Kerékbárci Szabolcs, a DK elnökségi tagja, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nem tetszik önöknek az új kormányzati plakátkampány. Már a reform kifejezések pedig ismerősek lehetnek. Én a ma reggeli műsorban már egyszer említettem, hogy hát ez a reform szó, ez ugye a Gyurcsány kormány idején volt igen gyakran előkerül, és akkor a Fidesz pontosan azzal ütötte a kormányt, hogy nem reform kell, hanem munka. Hát most visszakapják? Igen, ezzel az legnagyobb probléma az, hogy ez egy hazugság kampány. A reform szó az azt jelenti, hogy úgy alakítja át az állam a saját működését, hogy azáltal jobb lesz, tiszta kezűbb, átláthatóbb, hatékonyabb, jobb minőségű közszolgáltatásokat előállító lesz az állam. Például, ha egészségügyi reformról beszélünk, akkor ennek a végeredménye az kell, hogy legyen, hogy az ellátásbiztonság nő, az egészségügyben dolgozó emberek, orvosok, ápolók, mindenki más biztosabb, stabilabb munkával, munkahelyen rendelkezik, és végső soron a betegeknek, az állampolgároknak egy kiváló minőségű közszolgáltatás nyújt a befizetett pénzéért az állam az egészségügyi ellátórendszeren keresztül. Ugyanez a helyzet, hogyha oktatási reformról beszélünk, ugyanez a helyzet, hogyha az önkormányzati reformról beszélünk, amit az elmúlt 5 évben láttunk Magyarországon, az ellenreformok sorozata gyakorlatilag, majd hogy nem azt mondanám, bűntény a magyar állammal és a magyar állampolgárokkal szemben, amit a kormány csinált. Az egészségügy tarthatatlan állapotban van, ezt ne is taglaljuk, mert mindenkinek kinyílik nyilván a bicska a zsebében. Az oktatási rendszer borzalmas helyzetben van, pedagógusok, adminisztratív munkatársak az oktatásban gyakorlatilag éhbérért dolgoznak, és mi a szemünk fényeit, a gyerekeinket iratjuk be az iskolákba, ott töltik a napjuk nagy részét hétköznap, többet, mint velünk szülőkkel, a családdal, és ezeket az embereket, akik ott foglalkoznak a gyerekeinkkel, semmibe veszi az állam, a legledegradáltabb állások, munkahelyek egyike ma pedagógusnak vagy oktatási rendszerben dolgozónak lenni. Az önkormányzati rendszer egy borzalom, ami van. Elvették a valódi döntéshozatalt, a helyi szintektől elvette az Orbán kormány. Miről beszélünk akkor reform cím szó alatt? Ez egy hazugság. Minimálbéren óriási terhek vannak, az egész adórendszer a jobbmódúakat preferálja és segíti, nem pedig a rászorulókat. Miről Én beszélünk? Érzem, nagyon hosszan tudja sorolni. Hát sajnos ilyen helyzet az országon. Ha a másik oldal érvel, akkor rendre az alacsony inflációt, a növekedő gazdaságot, az Európai Unióban az egyik legmagasabb növekedési rátát, a stabilizálódott költségvetés, gazdasági helyzetet szokta hozni ellenérvként. Mutatva azt, hogy rendbe hozták az országot azután a romhalmaz után, amit a szocialista kormányzás ott hagyott nekik. A gazdasági növekedés nem érződik az emberek számára. Nem GDP-vel a zsebükben mennek vásárolni az emberek, mondjuk Tiszaburán, ahol én a nyaram egy részét töltöm, vagy Agárdon, ahol más nyaral, vagy bárhol az országban, hanem effektív valamilyen jövedelemből származó pénzzel próbálnak az emberek az üzletekbe menni. Nem érződik. Az a kis növekedés, ami van, azok a makroszámok, azok elmennek legbornírtabb költésekre, olyan beruházásokra, ami az emberek számára semmit nem hoz, illetve elmegy korrupcióra, mert ebben valóban jól teljesít idézőjelben a kormány. Őrült pénzek vándorolnak néhány ezer Fideszhez közel álló vállalkozóhoz, meg a fideszes politikusokhoz, miközben az emberek élete effektíve nem lesz jobb. Na nézzük, mik vannak a plakáton. Rezsicsökkentés. Ez ugye az egyik érv. Igen. Ami kis pénzt nem mindenkinek, de néhány ezer embernek, vagy talán 100 000 embernek ad a kormány, azt elveszi más oldalról, az egészségügyi kiadások növekedése által, az oktatásban egyre többet kell fizetni, az úgynevezett ingyenes közoktatásért, és egyébként nekem is van iskoláskorú gyerekem, pontosan tudjuk, hogy egyre többet kell fizetni az étkezésért, a tankönyvekért és egyebekért. A nyugdíjak értéke az nem nő. Bármennyire is ezt hazudja a kormány,
beszéljen bárki nyugdíjas rokonával, ismerősével, nem nő. Az emberek oda teszik a sárga csekket, fel van tüntetve, hogy 223 forint 46 fillérrel hát, kevesebbet. Valakinél jóval több van feltüntetve. Valakinél jóval több van feltüntetve. Több forint látszik már. Igen, és ez is egyébként a jó módúaknál látszik nagyon sok pénz, nagyon sok esetben, akik meg nem szorulnának arra, hogy a rezsicsökkentésből. Hát, magasabb csekk értékből több így van, hát, erre hogyne? Szokták mondani. Na, de akinek visszajárt azért nem pár ezer vagy pár tízezer ember, akinek így keved, nem járt vissza semmi. Igen, csak elveszi a korrupt állam a rossz minőségű közszolgáltatásokon, ahol az ingyenesség helyett fizetni kell nagyon sok tekintetben. Nincsen szinte ingyenes gyógyellátás. Tudja, hogy van, amikor nincs áramszolgáltatás, akkor a szolgáltatót szidja az ember. Amikor megjön a sárga csekk és a mellékelt papírra rá van írva, hogy mennyivel kevesebb az elmúlt másfél-két évben a befizetett összeg, akkor meg a kormány dicséri. Ezzel nagyon nehéz érvelni, ezzel szemben nagyon nehéz. Én azt látom Jász Nagykunszolnok, Békés, Hajdú, Bihar, Heves megyékben, ahol megfordulok az utóbbi hónapokban, hogy szitokszóvá válik a Fidesz. Egy-egy úgynevezett közmunkás visszafogottabban szidja a Fideszt, mert a polgármestertől függ, aki nagyrészt fideszes, ha éppen nem független. A polgármesternek kiszolgáltatott a közmunkás, még egyszer mondom, nagyrészt fideszes, ezért aztán azért a kis 10-20-30 ezer forintért, amiért tulajdonképpen az árokparton ülnek nagyrészt ezek az emberek, ezek az egyébként dolgozni vágyó és munkaképes emberek, ezt tapasztalatból mondom, nem merik azért hangosan szidni a Fideszt. De ha elmegy az ember a kocsmába és beszélget az emberekkel, el lehet menni. 3200 településből szerintem 2000-2500-ban sokkal rosszabb a helyzet, mint volt akár 5 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt. Csak tudja, miért nehéz a helyzet más szempontból politikailag valószínűleg, és akkor most kalkuláljunk ezzel együtt, jó? Hogy ezek az emberek lehet, hogy szígyák a Fideszt, bocsánat, de a saját jól felfogott érdekükben a Fideszre szavaznak, mert attól félnek, hogyha egy másik kormányzat jön, majd elveszi a közmunkát, majd elveszi a rezsicsökkentést, majd elvesz ezt, elvesz azt. Tehát nyilván azt kell mondani nekik, hogy ez mind megmarad. De ha azt mondjuk, hogy ez mind megmarad egy ellenzéki pozícióban lévő politikusként, akkor meg miért vagyunk mi ellenzékek? Ennyi erővel lehetünk fideszesek is. Egyre kevésbé látom ezt vidéken, hogy ez a logika működne. Szerintem egy évvel ezelőtt még működött ez a logika. Ma már az emberek tényleg látják, hogy van, abszolút van. Én itt a Jász Nagykunszolnok megyében 2 évvel ezelőtt töltöttem 2 hónapot utoljára, rosszabb a helyzet, mint 2 hónappal ezelőtt. Ezt az ottani, el kell menni, menjen el egy riporter, menjen egy újságíró, névtelenül fognak nyilatkozni neki a kocsmában, az utcán, a buszmegállóban, akárhol az emberek, ott nem fognak nekik hazudni. Nem élnek jobban az emberek egész egyszerűen. Az egy más kérdés, hogy mi az a racionális politikai üzenet, amivel meg lehet őket szólítani. Jelenleg nincsenek választások Magyarországon, nagyon ráférne az országra, hogy ez a kormány tűnjön el. De azt lehet mondani, hogy az emberek a bőrükön érzik, hogy nincsen tényleges munka lehetőségük. Egy-egy 2-3-4 ezer fős településen is van néhány tucat közmunkás. Most a földeken ugyan a mezőgazdaságban lehet címerezni. Hát a nyár ebből a szempontból valamivel több kenyeret ad. Kicsivel jobb, csak hát ez nem hosszú távú biztonságot jelent. Vannak itt még ilyen tételek, minimálbéremelés, otthonteremtés, támogatás, családi adókedvezmény, mi van, még gazdasági növekedés, ezek kerülnek a plakátokra. Semmi nem igaz? Hát a minimál béren óriási a közteher. A családi adókedvezményt máshol elviszi az állam. Tehát azt lehet látni, hogy ez a egykulcsos személyjövedelemadó rendszer, ez nem kedvez az embereknek, a családoknak. A kormány próbál bizonyos szociális szempontokat érvényesíteni az adórendszeren keresztül, ami egy csapda helyzet, egy kátyú. Nem szabadna a két dolgot összekeverni. Progresszív adózásra lenne gyakorlatilag szükség, ahol a kevésbé módosakat, a kevésbé reményteli életet élő embereket jobban segíti a közösség, társadalmi szolidaritás elve alapján. Persze ez összefügg azzal, hogy olyan oktatási rendszer kell csinálni. Ezért is hazugság a reform. Az állam
működésében minden mindennel összefügg. Ha hozzányúl az adórendszerhez, hozzá kell nyúlnia a többi ellátórendszerhez, az oktatáshoz, az egészségügyhez, a társadalombiztosításhoz, a nyugdíjrendszerhez. Itt pedig azt látják az emberek, hogy lehet, hogy 4-5 gyerek után egy kicsit könnyebb a helyzet, lehet, de a legtöbb ember már nem is mer vállalni 4-5 gyereket, mert nem fogja tudni eltartani és fölnevelni. A kézilabdában van olyan időn túli szabad dobás, mert ennek mi időnk is lejárt már. Az utolsó plakát legyen egy ilyen. Nem akarunk illegális bevándorlást, a magyar reformok működnek. Ez így együtt gyönyörű. Nem jut az ember szóhoz. Elképesztő. Illegális bevándorlás. A legtöbb ember meg kell nézni a képeket, el kell menni a határ mentére, hogy kik jönnek át Magyarországra. Igen, kihasználják a szerencsétlen embereket, a csempészek, embercsempészek. Amikor valakinek olyan elképesztő a családi állapota, a helyzete, üldözik, politikai okoknál fogva, megcsonkítják, fizikailag bántalmazzák, lehet, hogy eladja magát rabszolgának, csak hogy abból a pokolból kimenjen. Embertelen dolog egy magát keresztény, vagy zsidó-keresztény gyökerű országbannak nevező kultúrából, vagy kultúrálatlanságból, azt kell, hogy mondjam, ilyet plakátra írni, és ezt a gyűlöletkeltő, félelmetkeltő szellemiséget nyomni és erőltetni. Kerékbárci Szabolcs, köszönöm szépen. Én köszönöm.